Vélhetően nem tetszett egy autósnak, hogy egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Szolnok belvárosában elsőként ér a külső sávban a piros lámpához. Arra gondolt, hogy megpróbál elévágni, de időközben azt is észrevette, hogy a lámpa még nem engedélyezte a kereszteződésen való áthaladást. Ezért az autó megszeretett volna állni a busz előtt, de nem sikerült és ütközés lett belőle. Körültekintőek ugyan, de mégis van koccanás. Tehát koccanások vannak bőven, követési távolságot be kell tartani, óvatosan kell vezetni. Hát figyelmesebbnek kellene lenni mindenkinek. Oda kell a követési távolságra figyelni. A videó megtekintését követően a büntetőfékezés lehetősége is felmerülhet. Ennek eldöntését nézőinkre bízzuk. A videó az autóbuszban található fedélzeti kamera felvétele, melyet a legnagyobb közösségi oldalra töltöttek fel. Sajnos Karcagon is tapasztalható több autós türelmetlen az utakon. A szakemberek kérik, figyeljünk oda egymásra, nem csak az utakon.